itt ül velem Petró Kinga de Salendár és a férje Filip Salendár, akik nem egyszerűen régi ismerősök és rendszeres vendégei a televíziónak, hanem jó barátok, és tényleg, ahogy Péter mondta, egy bizonyos időszakban a televízió megmentői voltak a nagy lelkűségükkel. Ti azt mondtátok, hogy ha baj van, akkor segíteni kell, és kétszer segít, aki gyorsan segít. Úgyhogy azért ezt nagyon-nagyon köszönjük. Miért volt ez ennyire fontos? Mit láttatok ebben a televízióban, ami erre indított benneteket? Nagy összeggel és hosszú lejáratú kölcsönnel tudtátok segíteni a tévét akkoriban. Hát, őszintén szólva én ezt nem úgy éreztem, hogy mi adtunk a televíziónak segítséget, hanem ez egy ilyen, mind a ketten, mi is bajba voltunk, és az, amivel kapcsolatban mi voltunk bajba, azzal kapcsolatban a televízió tudott nekünk segíteni, és mi pedig így a televíziónak, és ez azóta is tart. Ez a jó, együtt haladunk, azt hiszem, egy olyan úton, ami én úgy érzem, hogy üdvös. Kinga, te a Berceli Kistérségnek vagy a kistérségi vezetője, tulajdonképpen ezt a területet próbálod fellendíteni kulturálisan és sokféle szempontból. Filip karmester, a Miskolci Nemzeti Színháznak a karmestere, és csellista, ami a szívemnek a közepe, mert az én kedvenc hangszerem is a cselló. Csellóztam gyerekkoromtól egészen felnőtt koromig, és most is van egy cselló a sarokban, amit majd elő fogok venni, különösen azért, hogy az unokámnak megmutassam, aki holnap jön és megnézi. Úgyhogy ezelőtt állunk. És először is tartasz, Kinga, a kezedben egy ajándékot, amit nekünk hoztál. Igen, ez ma reggel jutott eszembe, ezt édesanyámtól kaptam sok-sok évvel ezelőtt, ő ilyen kis húzókákat szokott ajándékba adni barátoknak, rokonoknak, ismerősöknek, és ezt tőle kaptam. És úgy gondoltam, már föl is hívtam, és mondtam, hogy ezt az ajándékot én behozom a televíziónak, és hogy én kérem tőle a következő húzókát. Ezek ilyen igék, és nekem az a tapasztalatom, hogyha bármivel kapcsolatban valamilyen ilyen isteni vigasztalásra vagy útmutatásra van szükségem, akkor húzok, adott témában húzok valamit. És nagyon sokszor olyan tűpontos válasz jön, hogy az ember ilyenkor így néz körbe, hogy tényleg hallgatja valaki nagyon, nagyon közelről. És ma reggel is húztam egyet belőle, és azt a húzottat nem is gurguláztam össze, vagy vissza, mert úgy gondoltam, hogy ezt így el kell, hogy olvassam, és szerintem nagyon sokaknak fog hasonlóképpen szólni, vagy sokakhoz fog szólni, mint ahhoz, hogy hozzám szólt. Vesd le a gyász s az ínség ruháját, s ösd magadra mindörökre Isten dicsőségének szépségét. Ó, de szép. És ez úgy gondolom, hogy mindannyian valamilyen fajta gyásszal vagyunk. Tehát a gyász az nem csak az, hogyha elvesztünk valakit, vagy valamit gyászolunk, mert valamit is lehet gyászolni, hanem a nehézségeknek a gyásza, a nélkülözésnek a gyásza, a stressznek a gyásza. Tehát mindannyiunknak vannak nehéz helyzetei, és hogy most arra vagyunk hivatalosak, hogy ezt most vessük le. Tessük le, és hogy öltsük fel a dicsőség szépségét. Ez nagyon fontos, mert aki volt olyan helyzetben, hogy szűkölködnie kellett, az például a tisztes szegénységben meg tudjuk ezt tapasztalni, hogy nincs nagy gazdagság, nincsenek nagy anyagi lehetőségek, de hogyha valakiben ez a derűs, boldogságra nyílt lelkület megvan, akkor olyan életet tud teremteni, hogy annak ellenére is szép, hogy nem gazdag. És nekünk azt hiszem, hogy ez az útunk itt a televízióban. Filip, te most nem hoztál csellót? Kivételesen? Felújítás alatt áll, és van egy pótcselló, de szerintem a közönségnek tisztelet. Gondoltam, hogy inkább a szép csellóval játszom nektek. Hát igen, meg a cselló az olyan, mint egy társ. Igen. A saját cselló helyett a másik, az olyan, mint amikor így a szomszédnéni vigyáz a gyerekre, nem tudom. Szóval nem az igazi. Igen, a cselló ez mint egy hang és ha nem érzem, hogy ez az, amit játszom már
30 év óta ez a cselló, és egy másik cselló, ja, is jó szól, de nekem ez mintha más hang lenne, vagy beteg lennék. Igen, igen, nem tudod, hogy megszólaltatni. Pedig nagyon szépen szól. Jó. Okay. Tegnap játszotta egy esküvőn templomba. Csodaszép volt. Igen, de a feleségem. Nem azért mondom, mert a feleségem, mert tényleg gyönyörű volt. Igen, de ez az érzés az, hogy nem véletlenül van, hogyha hangszert vásárolunk, akkor a hangszerész odaadja. Igen. Egy pár hétre, hogy játszogassunk rajta, tulajdonképpen ismerkedünk, mint egy házasság előtt. Igen. Megvan-e az összhang, tudunk-e szép hangot kihozni a hangszer és én belőle. És akkor... te játszol most is még? Hát nem, mostanában nem szoktam játszani, mert hogy nem érek annyira rá, de van otthon egy hangszerem. Ez néha elő kéne venni. Elő kéne, de mondom, hogy holnap elő fogom venni, mert az unokám odáig jutott, hogy érdekli. De nem hogy megmutasd az unokádnak. Nem, játszani fogok neki. Játszani? Tudok is rajta játszani. Meg volt olyan élményem, hogy volt alkalom arra, hogy kamarázzunk, és akkor csellóztam, sőt, nagybögőztem. Hát akkor legközelebb itt. Ugyanígy. Aha, igen, szerintem igen. Összehozunk valami kamara együttest, még a Pálmai Árpit megkérjük, hogy álljon be egy kicsit zongorázni. Ekkor Árpival beszéltük a múltkor, hogy milyen jó lenne, hogy aki itt a csapatból tud valamilyen hangszeren játszani, esetleg hozzá énekelni, jó lenne összehozni valamit, úgyhogy lehet, hogy a következő alkalomra valamit összekalapálunk. Katolikus televízió, jó lenne. Kamara zenekara. Igen, egyébként hallgattalak téged csellózni, hogy miket játszol, és itt az előtte beszéltük is, hogy miközben a Miskolci Nemzeti Színházban klasszikusabb dolgokat kell vezényelned, operákat, sőt, musicaleket esetleg, És operettet, igen. A közben az egészen kortárs darabokat szoktál csellózni zongora kísérettel, vagy akár szólóban. Ezek elég érdekes darabok. Egyébként mindig sok kortárs zenét játszottam, bemutattam, és mint karmester is. Egyébként ezzel kezdtem az elején, és utána mentem az operában, és egyébként most ez az évad nagyon jó volt, mert a kortárs zene és az opera összeért egymással. És mert bemutattunk egy új opera, a Selmeci György, a neve Veron, és ez egy nagyon nagy sikert. Egyébként a Gyuri zene, ez nem kortárs, ez a van minden, van dal, van igen, igen. Mondás, van harmónia, van nagyon jó hangszerelés. Ez eredeti zene, ez nem, én nagyon szeretem, és ezért szerintem nagy sikere volt. Kinga azt mondta, gyönyörű. Gyönyörű. Hát én nagyon beleszerettem. De a Kinga nem csak a zene is szereti, de a szöveg lehetett picit erről bemondani. Igen. Hát egyszer a Gyurival már beszélgettünk egy délelőttben erről, mert úgy gondoltam, hogy muszáj a televízió nézőinek is bemutatni a Gyurit és a darabot is, és akkor ott bejátszottunk néhány részletet belőle, de tényleg, amikor először mentünk föl a próbákra, és elolvastam a szövegkönyvet, akkor én mondtam a Filipnek, hogy ezt nem tudod úgy vezényelni, hogy nem tudod pontosan, hogy miről szól. Tehát, hogy annyira gazdag és annyira sok, a sorok között is olyan sok információ van. El kellett mondanom neki azt, hogy mi az, hogy a templom egere. Hát, hogy szegény, igen, mint a templom egere, az mit jelent? Hát, tudom, templom egere, tudom, de hogy mi a közel egymáshoz a kettőnek? Meg, hogy ez nekünk mit jelent? Igen. Miket mozgat? Igen. Igen, tehát nagyon érdekes, egy csodaszép darab. Egy nagyon, nagyon mély emberi, etikai dolgokat mozgat meg, és teljesen releváns, mindenkinek releváns. És ez kell, hogy legyenek ilyen darabok? Kell. Igen. Tehát, hogy egy dolog, hogy elmondjuk, hogy mit gondolunk, vagy szerintünk mi a helyes, vagy mi lenne az irány, de egy-egy művészeti alkotás olyan mélyre tudja vinni ezeket. Egy olyan részt érint meg bennünk, ami nem az agy. Igen, igen. Ez nagyon érdekes, és azt hiszem, hogy nem fog a kis úri hatya haragudni azért, hogy egy tegnapi mondását fogom idézni. Nem nekem mondta, hanem a fiamnak mondta, aki a fiatalok nagyon sokat dolgoznak, tehát tényleg ez a mai világ, ez én úgy gondolom nagyon sok terhet tesz a vállukra. És az úri hatya mondta neki azt, hogy igen, ő ezt tudja, ő ezt látja, hogy manapság nagyon nagy teher van a fiatalokon, nem csak a fiatalokon, és hogy
ahhoz, hogy az ember normális tudjon maradni, ahhoz minden héten el kéne menni egy múzeumba, minden héten. Igen. És akkor így tényleg Kálmán így gondolkozott, igen, vagy egy hogy koncertre, milyen igaz. Igen. Vagy egy, igen, ez így van. Hogy érzed magad itt? Mert amikor, mielőtt beléptünk, azelőtt a monitoron rácsodálkoztál, hogy mi van itt. Ezt még nem is láttad. Gyönyörű, nagyon szép, tényleg. Nekem ezt majd részletesen el fogjuk igen. mesélni a többiekkel, hogy hogy készült, mert tulajdonképpen mindenki dolgozott benne valamit, de hát... Ez az én birodalmam, a Happy Polar. Ugye mi? Nem rossz birodalmad nem van. Rossz, azt hiszem. Igen, vendégek tényleg. Is nagyon szeretik, és ugye azt gondoltuk, hogy azért az életvédelem az egy nagyon igen. fontos téma. Igen. Meg kell adni a méltóságot ennek a témának egy megfelelő környezetben. Igen. Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk vagytok, hogy mellettünk álltok. Készülünk a közös produkcióra, ezt nagyon várom. És ha már itt volt a húzóka, igen. én már kint húztam egyet, és annyira passzol ez is, hogy ezt felolvasom, és akkor ezzel fogok elköszönni tőletek. Köszönjük szépen. A nyelvvel áldjuk az Urat, a mi atyánkat, de vele átkozzuk is az embert, bár Isten képmására alkotott teremtmény. Ugyanabból a szájból ered az áldás és az átok. Ennek nem volna szabad megtörténni, ez a Jakab levélből való idézet, és nagyon-nagyon fontos, és kifejezetten a média munkára és a közéleti beszélgetésre passzol ez az idézet, úgyhogy a szívemben fogom viselni a továbbiakban. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.